hát akkor nem sokára. Így van. Hát kemény lesz, de jó lesz. Milyen adventi programok újra kezdem. Várjál. Akkor addig várjál, kerítsen. Épp ezért a felkérés kapcsán én fontosan tartottam azt, hogy ezt a megállhatunk egy kicsit, Sanyi? Mert nézd már, meg nem vagyok hótvörös. Az autóval. Hol járunk most? Hát ez az, hogy már nem tudjuk, hol járunk. Ennek az alapja a jungi tipológiának ők azok, akik gondoskodók. Hát ezt nem, bocsánat, Sanyi. Akkor most mondom, kész, kilazultam, még egyszer elmondom. Akkor, de milyenek a zöldek? Szedd össze gyorsan. Őket a szív irányítja, vagyis a társasági... Nem tudom elmondani. De hogy nem tudod. Tapsolj még egyszer. Jó. A kapcsolat. Jó. Tehát, hogy mindig kitalálunk valami közös dolgot, vagy lehet ez valami háztartási dolog is, amit csinálunk, de... járjuk már meg egy kicsit, jó? Beleszomorodtam, hogy mit akartam kihozni. Nem tudom, hogy mit akartál, de én már majdnem kérdeztem, amikor... De már, hát ilyet hallod, elfejtettem, tudtam, hogy elfejtem egyszer a mondatom végét. Várjál, hogy mit akartam ebből kihozni? A következő percekben előről kezdjük. És megküzdési stratégiákról beszélgetek Balázsné Hanyú Évával, aki mentálhigiénis szakember, nem. Jó. De honnan szed? Na jó. Az egyik nagy probléma most a városban, ami úgy felbojdítja az embereket. Jó, ezt kezdjük előről, mert úgy szar, ahogy van. Jó, egy-kettő. Mindjárt. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Beszéljünk róla című műsorunk 2023-as 5. adását látják. Itt van velem a stúdióban városunk polgármestere Filip Sándor. Mit csináltál? Nem kapcsoltam rá a képet. Tehát csak hangom van? Elég. Jaj, de izé. Annyit mutattam, közben vittem el. Ez nagyon jó, ez hagyd meg. Majd mutasd már meg. Ezt tedd el, komolyan, ezt majd mutasd már meg. Ez közben majd át, hogy milyen, ez tök jó. Csak legalább tátogott volna hozzá. Ja, és akkor az is. Pedig ez most olyan jól sikerült, Sanyi, ez kár volt. Október elnevezésű programunk lesz itt idén is a városban. Jaj, szétcsúsztam. Nem annyira. De. Jó. Mi nem jó? Elfelejtettem, mi következik. Na, mi következik? Szilvafürdő. Szilvafürdő. Nem akar az működni ez a kamera? Akar, az csak nem volt benne már régen naksi. Nehogy ilyen öregnek tűnjek rajta. Transzcendens szemléletű könyvek segítettek igazán megérteni a keresztény tanításokat is. Mit befejeztél? Nem, csak várom a kérdésed, azt, amit az előbb feltettél. Uh-huh. Igen. Várjál, Sanyi, mert most tényleg már nagyon össze kell szedni magunkat. Jó, hogy tényleg. Kimondott, itt már lehet minden mondatnál meg számít. Nem véletlen, hogy a Dalai Láma is... Csillám, kellő komolyságot kérünk, mert most nagyon komoly fogok mondani. Nem ragudj, mindjárt. Hát én bizony Istenem, pedig ez a vége, ez annyira belülről jön, és pont ez nem akar menni. Jó. Ne, itt Sanyi sem írja. Jaj, hát hogy fogjuk ezt befejezni? Jó. Én már sírok, úgy meghatottam. Tehát inkább úgy próbáld már meg, hogy értsék. Uh-huh. Érted? Akikre büszkék lehetünk. Baksa Fuzsina kicsi nagykövet, Kósa Krisztián kulturális kisapuka. Jó, ezt még egyszer. Akikre büszkék lehetünk.
Baksa Fuzsina, kicsi nagykövet, Kósa Krisztián, kulturális kisasszony. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Több mint egy éve annak, hogy egy mikroszkóp... Jó lesz! Jó lesz! Jó lesz! Jóra megy a... Azonban ez megváltozott. Nem tudom elmondani. Akkor nézzé bele. Nagyon nemes felajánlást tett az önkormányzat a kutyákkal az életkért, illet, jó? Ez nem megy ma nekem. Dehogy nem. A jóga egy életfilozófia, ami az ászanák végzése közben olyan meditatív állapotot hoz létre, elsősorban azzal, hogy bocsánat, megállunk. Vagy igyok már. Hát egyszer annyira szárad a szemben. Úgy berúgunk itt, hogy ettől a sopronitól. Bocsánat. Na, sopronitól. Szerintem jobb lett volna. Holnap lehet megizzuk, aztán leseperjük itt egy pillanat alatt. És ahol az emberek mentalitását, az önzés, a hatalmi érdekek, a karriervágy, a pénz utáni hajsza jellemzi. Nagyon igaza volt a... Igaz, hogy igaz, és most jön még a sava borsa, de ne izgulj, Sanyi már csak 5-6 mondat. De ezek nagyon ütős. De az el fog még tartani egy fél azt osztály. Hiszem, mert ezek nagyon ütősek. Ezek. Jaj, Sanyi, lesz meló! Jaj, Istenem! Ferenc pápa azt mondta, hogy azt hittük, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban. Igen, valóban sajnos beteg világot építettünk, ami csak a fogyasztásra épül, ahol soha nem elég nagy a házunk, az autónk, ahol mindig kell egy sokadik táska és sokadik cipő. Igen. Hú, gyerekek, le vagyok teljesen, most úgy le vagyok blokkolva, mint te az elején. Igen. Kezdjük már előről, Sanyi. Ez most hülye válasz volt. Hát igen, mert a kérdéseknek a vége, nekem is átalakult a kérdésem, és akkor... Igen, nem baj, semmi baj. Hogy vissza, Sanyikám, bocsánat, kezdjük újra. Okay. Most belekavartalak, de aludtál, nem baj, semmi gond. Mindjárt végén... Annyira izgalmas az, hogy alszik egy jót. Mindjárt a végére érünk már. Bocsánat, vissza. Most ezt a Dalai Lámát elég túléltem. Milyen? Na, kezdjük. Várj. Jó? Komolyság. Mindenképpen szóljunk Mr. Rickről is, hiszen Ricsit ne felejtsük el, mert azért... Nem. Nem lesz? Nem. Mert Mr. Rick az nem Ricsi. Hát akkor, akkor ezt kivágjuk. Elnézést, jó? Akkor ezt kivágjuk, Sanyi. Ez sem volt valami jó. De ez már így lesz. Mindenki találja meg a saját stresszkezelését, tehát a saját útját, a saját... Mert elzavarodtam. Technikáját. Mindenkinek jó egészséget kívánunk, és köszönjük annak. Hát ez nem tudom. Csak ezt mond, ezt mond. Hogy használhatjuk ezt az asszertív kommunikációt a stresszkezelésben? A konfliktus kezelésben? A nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és kívánunk. Na, ebben most belesültem. Másod akartam mondani, ez... De ezt legalább tudod, Sanyi, hogy honnan kell újra kezdeni, nem? Így mindenkinek jó egészséget kívánunk, ezt nem így gondoltam, de nem baj.